Mindenkit üdvözölök egy ilyen jó meleg nyári este, azt mondja, hogy július 2-a van, és a ma este is, mint minden pénteken, 20 órakor Skyworld Community webinárt fogunk tartani. Ma is egy olyan 40 percre fogom elrabolni az időtöket. Remélem, hogy jó hallatszik, ha valaki tudja, írja be ide a chatbe. Felvétel készül, úgyhogy jövő héten, hétfőn fent lesz a YouTube-on. Oké, okay, azt mondja Attila, hogy szép estét, megyünk is tovább. A mai estére készítettem néhány információt, egy bevezetés a cél alapító Anatoly Eduard Junicki, aki a fő konstruktor és fő mérnök alapító, aki már több mint 40 éve készíti ezt az ötletet, ezt a tervet, és rengeteg oklevele van neki, rengeteg dolgot már elkészített a világon, és reméljük, hogy egy új revolúciót, egy teljesen új közlekedést hozott létre, aminek mi vagyunk a része, és ezért világszerte azt hiszem, hogy olyan 60-70 ember tartsa a webináriumokat, több mint 40 nyelven az egész világon, és ezt az ötletet, ezt a lehetőséget ajánljuk mindenkinek világszerte. Annak ellenére, hogy ez egy különleges ötlet, és lehet, hogy egyszer van az életünkbe, az a rossz hír, hogy lehet, hogy még csak hónapok tartanak ahhoz, hogy valaki része lehessen egy ilyen nagy projekten. Természetesen a tőzsdén mindenki tud majd vásárolni részvényeket, de ottan lehet, hogy 50-szer vagy 100-szor drágább lesz, mint a mostani lehetőség. Úgyhogy ezt a lehetőséget ne hagyjátok ki, ajánljátok minden ismerősnek, barátoknak, családtagnak. Mi már ezt megtettük, meg tesszük is, tegnap is, ma is, holnap is fogjuk, úgyhogy csináljuk. A 2016-ban, hogy megismertük a Skyway-t, nagyon sok új partnerünk lett, és most már 2021-ben vagyunk, mikor beléptünk egy olyan részbe, mikor már a célprojekteket építik, és már üzemeltetik. Ahogy láttátok most ezt az utolsó videót, a Sárgyai videó, ahol egy éjjeli utazás volt, és ez egy fantasztikus élmény, mindenkinek nagyon tetszik, és ez már bebizonyította azt, hogy ez a 400 méteres projekt teljesen működő, tesztelésre szolgál, de már októbertől, ahogy összeköti még 2,5 kilométerrel, akkor már több állomások is lesznek, és egy valódi célprojekt lesz. Úgyhogy ha megyünk majd oda, elkezdtük szervezni az utazást, lehet, hogy egy-két hét múlva már tudunk konkrétot mondani, aki el szeretne menni Dubajba, Sárgyába meglátogatni eztet, meg a Expo 2020-as kiállítást, amelyik legnagyobb kiállítás lesz a világon, és legtöbb személyt várnak. Tavalyra 5-6 millió embert vártak, mivel át lett rakva az idén, szerintem lehet, hogy meg lesz az a mennyiség. Mi úgy kerültünk ide, hogy erre a technológiára, hogy ki lehessen fejleszteni, a fejlesztésre, certifikációra, felépítésére kellett olyan 450 millió dollár, és a cég alapított még két partner céget,
akik ezt tehát interneten, meg személyesen elkezdték crowdinvesting opcióval ajánlani az embereknek, és keresni a kis befektetőket. Már 25 dollár havi részlettel el lehetett kezdeni, most is 50 dollár havi részlettel valaki tud része lenni, és csak az a feladat, hogy vegyen egy részvénycsomagot, amelyik, mikor a cég kimegy a tőzsdére, akkor amennyi darabot vett, annyi részvénye lesz. A részvény ára 1 dollár lesz a tőzsdén első nap, utána attól függ, hogy mennyi projektje lesz a cégnek, minél több projekt, annál emelkedik a cég értéke, annál nagyobb lesz a hozam is, amit évente egyszer fizetnek ki, mint osztalék, és nagyobb lesz a cégnek és a részvény értéke, úgyhogy már fél év után mi is, mint kis befektetők, el tudjuk adni a részvényünket a tőzsdén. A SkyWorld Community-n keresztül működik a befektetés, az anyacég az a GTI, Global Transport Investment, és Junicki az a cégcsoport irányító cége, aki együtt működik ebben az egész korporációval. ERSS Holding 1-es, 2-es, 3-as, ottan vannak beegyezve a mi részvényeink, és ezek a cégek mennek majd ki a tőzsdére is. A mai új információról a fő téma a Skyway token, amit már emlegettünk év eleje óta, majdnem minden nap valaki tőletek ír, hív, kérdezget, hogy mikor indul el. Na most hivatalosan ma bejelentették. Ja, elmondom még a csomagokat. Most a 14,2 fázisban vagyunk, ami nagyon rövid ideig fog tartani, és ezek a részvénycsomagok vannak. Végül is, mikor mi veszünk egy csomagot, akkor kapunk tulajdoni hányadat, és ezek a amennyi darab lesz, annyi lesz a részvényünk a tőzsdén. A webirodában ezt mindenki meg tudja nézni, 20 nyelven magyarul is megvan, és mindenki ki tudja választani, milyen csomagot. Most 5 havi részletre le lett minden rövidítve, mert minden terv szerint az idén le akarják zárni a befektetést, és úgyhogy a 15. fázis az még megy, de a befektetés azt le akarják zárni. Itt vannak a csomagok, lehet választani, mindenkinek itt van 50 dollártól már egész több millió dollárig is lehet vásárolni. Azoknak, akinek vannak még kuponjai, az ki tudja használni. Nekem még 14 nap, de holnap kihasználom ezt az utolsó kupont is, mert van egy új üzlettársam, és neki oda ajándékozom, holnap fog beregisztrálni, és akkor ő még plusz 50% tulajdoni hányadot kap. De minden közvetlen csomag vásárlásra mi újból kapunk egy ilyen kupont. Úgyhogy én már 5 ilyen kupont kihasználtam, vagy elajándékoztam, és mindig kapok egy új kupont. Úgyhogy ezt ne felejtsétek el még használni. Ezt a célprojektet, amit most itt lehet látni, egy gyorspálya építés Abu Dhabitól 60 kilométerre, ez körülbelül fele úti cél lesz a Dubajba, és ez 200 millió dollárba kerül. Ezt a projektet ők elkezdik az idén már szervezni, és jövőre elkezdik építeni. Ettől a projektől nagyon sok minden függ. Ha nem találnak nagy befektetőt, mert ezt nem mi fogjuk finanszírozni, akkor még az év végén, vagy jövő év elején a cégnek ki kell menni a tőzsdére, eladni a tőzsdén, az a tervük nekik,
$200 millió részvényt és kifinanszírozni, és még a 15. fázisba ezt a 60 kilométert teljesen befejezni, és megkapni a minden certifikátot és engedélyt utas szállítása. Ez gyors pálya, 500 km sebességgel megy ez a Unilett, és ezt a Junicki még a 15. fázisba teljesen meg akarja csinálni. Azért mondom, hogy ez a tervük, hogy még az idén akkor ez a fél évig bemegyünk a 15. fázisba is, és utána már lezárják a finanszírozást. A fő információ a token, és amit múlt héten mondtam, hogy sejtettem, hogy nem igazi, mégis tévedtem, mégis a Skyway készítette ezt, de érdekes, hogy a Skyworld Community-ból abszolút senki, se a Solar, se a Maslow, se a Kudrasov, senki nem tudott erről az információról. Ma be van jelentve hivatalosan a RSV-n, meg a Skyway Community oldalon is, nekünk a webirodában, hogy a Smart World Security. Smart az okos, world az világ, a security meg biztonság. Ez a token jelenik meg, és ezeken a weboldalon meg lehet vásárolni, de én szerintem még nem működik, de azt mondták, hogy várjuk meg, mert a mi belső irodában megjelenik ez a link, és akkor onnan tudjuk vásárolni. Így akkor szerintem benne lesz a hálózatba is, és lehet, hogy lesz valami még jutalék. Erről még nincs szó, én sejtem, hogy így lesz. Aki beváltotta a 100 000 részvényét 2000 tokenba, az ezen a accountsvg.io oldalon meg tudja találni, és ottan azok a tokenok valószínűleg majd be lehet váltani erre a Smart World Security tokenba. Ez is a terv. Azt írták, hogy legyünk egy picit még türelmesek, és várjuk ki. Miért fontos ez a security token? Nem akarom ezt mind felolvasni, mert ez megvan nektek a webirodában is, de ezzel a pénzzel, amit eladnak itten tokent, fogják finanszírozni a logisztikát, a gyártást, a infrastruktúrát, és természetesen ez a token, ez kint lesz majd a tőzsdén, ahogy a Maslow mondta még az idén. Igaz, hogy most késnek, nem tudom most hány napot, mert tegnap kellett volna, hogy ez minden elinduljon, már a vásárlás, de bármelyik nap el tudják indítani, és akkor már tudunk mi is hozzájutni ezekre a tokenokra. Azt tudjuk, hogy ma nem tudom, most már 6-7 000 coin token létezik, de azt is tudjuk, hogy 99%-nak nincs semmi háttere. Például Dogecoin, akit csak úgy hülyéskedésből készítették, és itt van most a harmadik, negyedik helyen van a világon, elfogadták, de nincs semmi értéke, csak az, hogy elfogadták. A SVS token, annak az lesz az értéke, hogy ezzel fel lesznek építve a infrastruktúrák, a lineáris városok, az összes szoftverek, amik indítsák ezeket a járműveket, ezeket a projekteket, ez mind benne lesz ebbe az értéke. És én azt tudom biztosan, hogy bármilyen ára lesz, hogyha 10 cent vagy 20 cent, vagy nem tudom, $1 is, az mindig meg lesz az értéke, és meg sokszorozik. Úgyhogy érdemes lesz majd
vásárolni ilyen tokeneket, mert a célprojektek, amik majd hoznak bevételt, akkor a jövedelem, a osztalék az tokenben lesz kifizetve. Ez ma nem gond, mert rengeteg olyan cég megváltó van, meg kártyák is most, applikáció, ahova a tokent beváltsuk, mit tudom én, USDT-ba, vagy Bitcoin-ba, vagy Ethereum-ba, és rátesszük erre a kártyára, és kártyát már lehet használni. Úgyhogy egyszer kell csak megtanulni, hogy ezt használni, és már ki lehet venni is a pénzt. Ez most egy ilyen digitális idő van, és ez minél többet ez így fog működni. A hologrami csomagról még nem kaptam választ. Ma írtam a Irina Volkovának, mert megígérte, hogy küldenek. A supportból azt írták, hogy nem tudják, valószínűleg nem lesz, de az SVC vezetőségben azt ígérték, hogy beszélnek a Nadezhdával, és megkérik, hogy meglegyen. Ez a 5000 dolláros csomag, amit egyszer vagy 10 havi részletre ki lehet fizetni, és 500 000 részvényt, félmillió részvényt ad. Ez elég sokáig volt, 2-3 hónapig akció, de azt mondták, hogy lehet, hogy visszahozzák. A Skyway-ba működnek a gyártások, most teljesen elő van készítve a sorozat gyártása, azt tudjuk, hogy Sharjah-ba is terveznek nyitni egy gyárt, meg Minskbe is. A Minskbe sokkal olcsóbb felépíteni, meg legyártani, de az a gond, hogy a szállítás megsokszorozza az árát. Ha egy ilyen egy jármű, nem tudom, 20 000, mire odaér, lehet, hogy 40-50 000 dollárba is kerül. És ez is a cél a Skyway-nak, hogy minél előbb meglegyen, minél több ez a úgynevezett transnet összekötve minden országgal, és nagyon olcsón tudják majd szállítani. Itt lehet látni ezen a képen, hogy ez így néznek ki majd az állomások. Itt látjuk Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, és akkor elmegy a Kaur-Fakkanra másik felére, és így fognak kinézni majd az állomások. Én úgy hallottam, ez nem hivatalos, hogy ezen a 2,5 kilométeren lesz 4 állomás, és pár perc alatt ez egy nagyon gyors átfutás lesz majd. És itt már az egyetemisták legtöbben, meg azok, akik ott élnek Sharjah-ba, vagy dolgoznak, azok már tudják októbertől használni, és a kiállításon is mindannyiunkat, aki ott leszünk, meghívnak, hogy nézzük meg, és próbáljuk ki ezt a projektet. Szóval ez igazi célprojekt lesz, ezt többször az igazgató, a Oleg Zarecki, aki vezeti a Skyway-t, a Unitsky String technológiát Sharjah-ba, meg Emirátusba. Nagyon sok interjút adott már, és látjuk, hogy az elmúlt hetekben most a oroszok voltak, meg a indiaiak, és van egy videó, amin 7 perc majdnem, és meglátogatták ezt a projektet. Ezt csak így meggyorsítom. Ez a újságíró, aki írt erről, a National Report, csináltak egy videót is. No one, maybe you thought of this, proud of that we have passed initial stage. We will build
Skyway Transport in Sharjah. And this is what one of the SkyPods looks like inside. Right now, it's not very VIP the way you get in. But once you are inside, you get the full VIP experience. Leather seats are beautiful. At the moment, it can't travel more than 10 to 15 meters out on the track because they're testing the stress. However, they assure me by the gyönyörű, modern, szép a kilátás. The full length of the test track. Úgyhogy nagyon meg vannak ragadtatva mindenki, aki meglátogassa. És érdekes, hogy most ezen a héten az oroszok mentek oda. Oroszoknak volt legelőször megoldva a lehetőség, még 2010-ben, mikor Moszkva mellett építettek, és abban az időben a Medvedev volt az elnök, és akkor egy éjjel át odajöttek, és azt mondták, hogy ki kell pakolni, el kell menni. Akkor nagyon nem tetszett az Oroszországnak ez a projekt, mert tudjuk, hogy a oroszoknak nafta, gázolaj, meg gáz rengeteg van, és ilyen, hogy villany árammal menjenek a mozdonyok, ez nagyon nem tetszett nekik. Úgyhogy el kellett menni, akkor elmentek Litvániába, ott elkezdték, és akkor ott is kizavarták őket, és akkor Belorussziába, akkor onnan kezdődik a történet. Úgyhogy a Marina Gorka belorussziai, egy tankos pálya, ahol tesztelték a tankokat, na eztet megkapták, és a Junicki és a csapatja, és akkor itten elkezdték, és 3-4 ekofesztet készítettek. Az első én még nem voltam, akkor még nem tudtam a Skyway-ről, de a következő hároman ott voltunk, és több 10 csapattagot is vittünk oda. Tavaly nem volt Ecofest, tavaly online volt, az idén még majd meglátják, hogy esetleg itten, vagy Sharjahban, vagy lehet, hogy online, mind a három opció még nyitott, és olyan szeptemberig, szeptembertől lehet első szervezés. A Marina Gorka Ekotechnopark az egy gyönyörű, szépen modernen megcsinálták, elkészítették, úgyhogy bárki oda mehet, kisgyerekkel is, kisbabákkal is mentek, minden tiszta, szabad menni oda, nagyobb biztonság, ugye, Belorussziába, és egész napot voltunk, beszélgettünk, meglátogattunk mindent, utaztunk ezekkel a járművekkel, fényképeztünk, videóztunk, a drónokat néztük, akik röpködtek ott körülöttünk, készítették a képeket és a videókat. Úgyhogy egy nagy élmény, mindenkinek javaslom, ahogy majd lehet menni, ugye most tudjuk, hogy még azt hiszem ez a szankció van, az a repülő véget, én is elvittem a gyerekeimet, a feleségemet is. A feleségem nem nagyon szeret fényképezkedni, de itt van a két fiam, aki a Junickival megismerkedtek. Ki tudja, mikor lesz még lehetőség, és épp egy szép élmény, hogy ez megmaradt. A Skyway projekt az egy teljesen modern, ami sokkal olcsó felépíteni, olcsó fenntartani, nagyon kevés energiát használ, legtöbb kapacitású van a hagyományos ezzel a vonatokkal, akkor a biztonság és a környezetvédelem, ez mind a Skyway előnyei, amit más ilyen hasonló konkurens vagy hagyományos projektekben nem tudják megelőzni a Skyway-t. Több jármű már kész, ugye azt tudjuk, hogy most már a teherszállítás is el van készítve, és az a 130 kilométer, amit majd bemutattok, a Junicki, azt is már teljesen el van készítve. Ez a kép megdöbbenő, hogy
itten jobbról megvannak a projektek, meg a képek, a balról meg a kész termékek. Úgyhogy ez egy bizonyíték, hogy mennyire haladt a projekt. Rengeteg certifikát az interneten meg lehet mindet találni, és több mint 50 nemzetközi levédett, mint design, például Amerikában levédték a Unibuszt, meg minden ilyen patentok, amik nagyon fontosak, hogy ez mind bizonyítsa, hogy milyen jó minőségű termék és projektje van nekik. A gyár 36 épületünk van már, mi is része vagyunk, ugye mondhassuk, hogy ez a mi projektünk, ez a Minszki gyár, akkor a nagy irodaház, ami 50 iroda, és most a legújabb a Skyway Plaza, ami 12.000 négyzetméterre. Itt lehet látni, hogy a dubái miniszter, közlekedési minisztériummal kötöttek szerződést. Ez volt az a legelső, még 2018-ban. Én 2019-ben voltam ottan, Dubajba, és akkor elmentünk a Sharjahba is meglátogatni, hogy mi épül majd ottan. Akkor ilyen képeket lehetett látni, meg fényképezni, még az alapok voltak, egy kis ház kezdett épülni, azóta legtöbb, de most már lehet látni, hogy itt van ez a tegnapi videó, ami éjjeli utazás is megvan. Akkor ez a faház, és most készítik ezt a 25 kilométer, 2,5 kilométeres projektet, ami össze lesz kötve később a Sharjahi kikötővel, és a másik felén a Kaurfakkan projekttel is, és természetesen le délre a Dubaival, ami a mi hotel Astanától, idáig utaztunk kis busszal 45 percig, a Skyway-val meg lehet, hogy egy 10 perc lesz az egész. Úgyhogy nagyon meggyorsítsa, kényelmes utazás, mindenkinek tetszik, és ami nagyon fontos, teljesen egy új technológia, innovatív blockchain technológiával ellátott, rengeteg kamerával, és bent igazából csak figyelni kell, hogy minden rendben-e van, mert teljesen automatizálva van ez csinálva. Ezen a projekten több mint 650 mérnök és specialista dolgozik, úgyhogy lehet mondani, majdnem éjjel-nappal dolgoznak ezen a projekten, és igazán haladnak előre. Ha nem lett volna a Litvánia egy év, meg ott két évet se vesztettek, meg most ez a pandémia egy év, ez már három év, akkor már lehet, hogy rég a tőzsdén is lettünk volna. De lehet, hogy így kellett lenni, mert azt tudjuk, hogy ha tavaly kimentek volna a tőzsdére, vagy tavaly előtt, akkor annyira lement volna az értéke a tőzsdén, hogy nagyon-nagyon olcsó lett volna, és nagy kérdés, hogy a cég megmaradt volna. Úgyhogy jó, hogy nem mentek ki tavaly a tőzsdén, lehet, hogy az idén vagy jövőre lesz ez, én gondolom, hogy jövőre, és akkor már egy teljesen komoly korporáció lesz több célprojekttel, amit új célprojekteket fognak majd építeni. Azt tudjuk, hogy az egész világról, ugye, ha valaki emlékszik, még 2017-ben a három indiai projekt majdnem egy milliárd dollár, és már megvoltak a projektek és kiszámítások mind, nagyon sok pénzt befektettek oda, és egyszerűen megváltozott a kormány, és az új kormány nem akart többet tárgyalni egy új céggel, akinek nincs semmilyen bizonyíték, és abba hagyták, úgyhogy megállt a indiai projekt, és utána akkor elindult a Unitsky
a Dubaiba. A Szaúd-Arábia egy 500 milliárd dolláros projektet készít, nekik mi kell az, ami a Skyway-nak van? Egy futurisztikus város, ami teljesen természetes, nincs semmi szennyeződés, nincs benne autó, hanem automatizált járművek mennek, a Skyway a legjobb megoldás, és ami még fontos, hogy ez a humuszgyártás, hogy legyen nekik föld, amiben meg tudnak termelni növényeket, zöldségeket, gyümölcsöt, és erre is megvan a Skyway-nak a technológia. Ezt a Marina Gorkába láttuk, mert ott voltak a kertben minden sárgarépa, zöldségek, szabadott fogni, szedték össze az emberek a paradicsomot, sárgarépát vitték haza, úgyhogy megmutatták, hogy ez minden működik. A Szaúd-Arábia üzletemberek, a ERI az a legnagyobb építkezési cég, azok is voltak, meglátogatták ezt a projektet, a sejkeknek is már bemutatta a Unitsky, itt készítenek egy 10,4 kilométeres célprojektet, Sharjahba, ez majd megy azt hiszem a Dubai részre is, és itt vannak a VIP járművek, amelyiket az újságíró most dicsért, hogy milyen fantasztikus, futurisztikus, nagyon szép és kényelmes. A Korfakani célprojekt, ez a 130 kilométer, ezt most készítik, úgyhogy az idén ezt is elkezdik majd építeni, és olyan két évre satszolnak, hogy be fogják fejezni. Ez egy teherszállítás, ami 25-30-35 tonnás konténereket tud majd szállítani, 15 méter magas oszlopokon megy, és ez összeköti a két kikötőt, két legnagyobb kikötőt, Korfakan és a Sharjahi kikötőt. Azt tudjuk, hogy a Unitsky-nak megvan ez a programja, ahol a hajók oda mennek, és 24 óra alatt teljesen automatizálva ki tudják üríteni. Nincs várás, mint a nagy kikötőkbe, Shanghaiba, Mumbaiba, ahol 20 napot is várnak a hajók, hogy sorra kerüljenek. Ez egy nagyon jó megoldás. A célprojekt, ami a Dubai központban, az a 15 kilométeres, az egy titkos projekt, úgyhogy erről mi most nem tudunk semmit, de reméljük, hogy majd lesz egy jó meglepetés. A Hussein al-Mahmoudi, a sharjahi igazgató és vezető, minden héten tartanak 2-3 konferenciát, ott mindig megemlegetik a Skyway-t, mint fő közlekedési partnert, és ez egy nagy megtiszteletés, hogy egy ilyen sharjahi projektben mi benne lehetünk. Nem tudom, emlékeztettek-e arra, hogy a Sharjahot akarják csinálni egy legnagyobb világközpontnak, ami minden ilyen találmányok, a víz, az éterre, akkor új energia találmány, ilyen kutatói laboratóriumok lesznek ottan, és minden össze lesz kötve a Skyway projektekkel. A Nadezhda Kosareva az bejelentette hivatalosan, hogy megjelennek a Expon, ami október 1-től március 31-ig, aki megteheti, menjen el. Mi mostan említettem már az elején, készítünk majd egy utazást, majd meglátjuk, hogy milyen időben, és lehet, hogy lesz két lehetőség, összekössük egy 3 nap minimum Dubai,
és egy hajóutazás, vagy csak Dubai, Abu Dhabit nézzük meg. Én voltam a háromszor ilyen hajóutazásokon, és az igazán nagyon fantasztikus. Most már 3-400 euróval is lehet itten a központi tengeren menni egy személynek 7 nap, és ott is ilyen 4-500 euróért van. Katar, Doha, Katar, Abu Dhabi, Dubai, és melyik az a Oman ország, és akkor visszautazás itt is már 4-500 euróért fejenként lehet, de az nem tetszik most, hogy néztem itt videón, maszkával mennek a hajón, maszkával táncolnak, maszkával vannak mindenhol, és ez nem olyan nagyon szimpatikus. De meglátjuk majd, még mi lesz, azért nem siettünk, mert elmehetünk mi októberba is, de elmehetünk februárba vagy márciusba. Ki tudja, milyen helyzet lesz, úgyhogy a következő 2 hétben már konkrét árakat és lehetőséget tudunk erről is. Természetesen Expóra legalább 2 napot kell szánni, mert ez lesz a legnagyobb világkiállítás, amit valaha az ember szervezett. És több millió, 5-6 millió embert is várnak, és óriási, óriási minden, ez érdemes, érdemes mindenkinek elmenni oda. Itt vannak ezek a projektek, amit 1-2 éve alatt már működő lesz, és viszik az utasokat éjjel-nappal, teljesen automatizálva. Egy gyönyörű, egy turisztikai és üzleti attrakció, ami a Dubai és Abu Dhabi a két fővárosa. Emirátusnak ez csak megerősíti még a turizmust. A SVC tokennak a white paper, fehér papírját, azt beteszem most a Skype csoportba, ha valaki el akarja olvasni, egy szép PDF dokumentum, a horvát Facebook csoportba már beraktam. Ez angolul van, úgyhogy mindenki el tudja majd olvasni, és vannak jó információk. Még én sem olvastam teljesen, csak így gyorsan átnéztem. A mi feladatunk az, hogy még ez a néhány hónap megmaradó időbe még szerezzünk néhány certifikátot, hogy később, már lehet, hogy jövőre el tudjuk adni a tőzsdén 1-2 dollárért, és szerintem mindenki jó fog járni ezzel a projekttel. Én köszönöm szépen ezt a 38 percet, ma egy ilyen rövid konferencia, de gondolom, hogy elég, mert minden információt elmondtunk, és további szép estét, szép hétvégét, és jövő héten földközi tenger. Igen, igen, központi. Igen, a horvátul úgy mondják, hogy központi, mikor lefordítottam most, de földközi, igen, tudom én is, köszönöm, csak nem jutott eszembe. Köszönöm, Csaba. Minden jót, sziasztok, és sok sikert mindenkinek.